Üdvözlöm Önöket, a Heti TV híradóját látják. Itthonról. Az országgyűlési képviselőválasztást megelőző ajánlásgyűjtés első napjáig hétfőig 68 jelölő szervezet, több mint 392 000 ajánlóívet igényelt a választási irodáktól, mondta Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Közölte, a Nemzeti Választási Bizottság 96 pártot és 13 nemzetiségi önkormányzatot vett nyilvántartásba az országgyűlési választásra. A jelölő szervezetek korábban már bejelenthették igényüket az ajánlóévekre, a választási irodák vasárnap este 6 órától kezdhették az éveket kinyomtatni. Egy éven 8 ajánlásra van hely. Hétfőn kezdték átadni a jelölteknek az ajánlásgyűjtő íveket, a hétfőig igényelt ívekkel összesen több mint 3 millió támogató aláírást lehet összegyűjteni. A választáson indulni szándékozó jelölteknek március 5-éig kell összegyűjteniük az 500 érvényes ajánlást. Már 8600-an vetették fel magukat a külképviseleti névjegyzékbe, a legtöbben 1387-en Londonban kívánnak szavazni, közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Pálffy Ilona elmondta, azok a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok, akik a szavazás napján, azaz április 8-án nem tartózkodnak Magyarországon, a külképviseleteken szavazhatnak. 4 évvel ezelőtt 97 külképviseleten szavazhatott összesen mindegy 28 000 választópolgár. Hozzátette, most 117 külképviseleten lehet szavazni, és jelenleg 8605-en szerepelnek a külképviseleti névjegyzékben. A legtöbben 1387-en Londonban voksolnának, Münchenben 552-en, Stuttgartban 480-an. A külképviseleti névjegyzékben március 31-éig lehet jelentkezni. A kormány elismeri és megbecsüli az ápolók munkáját, nyilatkozta Ónódi Szűcs Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkára. Hangsúlyozta, ápolónak lenni hivatás, az egészségügy igazi értékét nem az infrastruktúra, hanem az ott dolgozók adják. Az ápolók megbecsülését mutatja, hogy az elmúlt 16 hónapban a kormány 53%-kal emelte több lépcsőben a dolgozói bértáblát. A legutóbbi előrehozott 8%-os illetményemelés hóközi technikai utalása február 20-án megtörténik, mondta az államtitkár. Az egészségügyi szakdolgozók béremelése jövőre is folytatódik, tette hozzá. Az LMP miniszterelnök jelöltje szerint a kormánypártok nem törődnek az emberekkel, ezt bizonyítja, hogy a parlament házbizottságának hétfői rendkívüli ülésén nem támogatták a családosok kilakoltatásának megakadályozását célzó előterjesztésük gyorsított tárgyalását. Szél Bernadett kijelentette, a kormánypártok ezzel elismerték, hogy csupán kampányfogás volt a kilakoltatási moratórium meghosszabbítása április végéig. Az előterjesztés szintén jegyző Szabó Tíme, a független képviselő kijelentette, 900 000 végrehajtás van folyamatban Magyarországon, ami szerinte azt jelenti, hogy több millió család kerülhet az utcára. Kulcsfontosságú lesz az április 8-ai választás, amelynek tétje, hogy ki az, aki megvédi az országot, mondta Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter. Kósa Lajos, aki Debrecen első számú választókerületében indul egyéni jelöltként újabb parlamenti mandátumért, azt mondta, az ország megvédésére egyedül a Fidesz-KDNP képes, mert minden más ellenzéki erő elárulta a hazavédelmének kérdését, vagy azzal, hogy nem szavazott meg jogszabályokat, vagy azzal, hogy elbontaná a kerítést. Külföld. Az Európai Uniónak van egy új migrációs javaslata, ami nekünk nem jó, mert a középpontjában továbbra is a kötelező áthelyezés van, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Szófiában, miután megbeszélést folytatott az EU tanácsának soros elnökségét ellátó Bulgária kormányfőjével, Bojko Borisovval. Orbán Viktor azt mondta, egyre nő a kötelezően befogadandó migránsok száma, az új javaslat alapján Magyarországnak már 10 000 embert kellene átvennie évente, korábban 1000-ről volt szó. Úgy tűnik, hogy végső soron egy felső határ nélküli kötelező kvótáról van szó, emelte ki. A kötelező kvótáról szóló vita ösztönzi a migrációt, hangsúlyozta, hozzátéve, a migráció veszélyes a közbiztonságunkra, jólétünkre és a keresztény kultúrára. A miniszterelnök jelezte, saját javaslatot készítettek, amelyeknek az a lényege, hogy az EU végre ne az elosztást, hanem a határvédelmet helyezze a gondolkodás a középpontjába. Nincs értelme addig szétosztásról beszélni, amíg nem garantáljuk a határok légmentes védelmét, jelentette ki Orbán Viktor.
Oroszország kész előfeltételek nélkül teret biztosítani egy palesztin-izraeli csúcstalálkozónak, jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Vádáj Nemzetközi Vitaklubnak a közel-keleti orosz politikáról Moszkvában tartott tanácskozásán. Az orosz diplomácia vezetője emlékeztetett, hogy a közelmúltban felkereste Moszkvát az izraeli kormányfő, a palesztin hatóság elnöke és a jordániai király is. Meggyőződésünk, hogy nincs más út, mint a Palesztina és az Izrael közötti közvetlen megállapodás, mondta Lavrov az izraeli-palesztin konfliktus rendezésének lehetőségére utalva. Kifejezte reményét, hogy a most megerősített orosz javaslat nem marad észrevétlen, és reakció érkezik rá. Jó irányba halad a lengyel jogállamisági helyzet feletti vita a varsói kormány és az Európai Bizottság között, mondta Konrád Szymański uniós ügyekért felelős lengyel külügyminiszterhelyettes. Meglehetősen optimista vagyok a folyamat irányával kapcsolatban, javult a kommunikáció és a kölcsönös megértés, hangoztatta Szymański. Mint kiemelte, azon dolgoznak, hogy világossá tegyék a kormány álláspontját azon 10 intézkedést illetően, amelyek a bizottság szerint sértik az EU alapértékeit. A külügyminiszter helyettes ugyanakkor elismerte, hogy Varsó még mindig jelentősen eltérően értékeli az igazságügyi reformot, amely a vitatott intézkedések közül messze a legnagyobb felháborodást váltotta ki Brüsszelben. Az Egyesült Államokban törvényjavaslat készül a fegyvervásárlás szigorításáról, Donald Trump elnök is támogatja. A Fehérház helyettes szóvivője Raj Shah közleményben jelentette be, hogy az elnök támogatja azon erőfeszítéseket, amelyek a szövetségi ellenőrzési rendszer javítását célozzák fegyvervásárlás előtt. A közleményből kiderül, hogy Donald Trump még pénteken egyeztetett John Cornyn, texasi republikánus, és Chris Murphy, connecticuti demokrata párti szenátorral a kettejük által benyújtott törvénytervezetről. A javaslat szigorítaná mind a szövetségi, mind a tagállami kötelezettségeket arról, hogy jelentsék és számon tartsák azokat a kihágásokat, törvénysértéseket, erőszakos megnyilvánulásokat, amelyek miatt megtilthatják egyeseknek a fegyvervásárlást. Az izraeli védelmi minisztérium kísérletet hajtott végre a Nyíl 3 nevű nagy hatótávolságú rakéták megsemmisítésére szolgáló rakétarendszerrel, amelynek célja az Iránban jelenleg fejlesztés alatt álló precíziós rakéták elleni védelem. A kísérlet eredményeit egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Az izraeli védelmi minisztérium és az amerikai rakétavédelmi hivatal közösen végezte a tesztet. A következő hetekben várhatóan újabb kísérletet hajtanak végre, miután az utóbbi időben kétszer is lemondták az utolsó pillanatban ennek az új, fejlettebb védelmi eszköznek a kipróbálását. Egy alkalommal azért halasztották el a kísérletet, mert hibát észleltek a rakéta kommunikációs rendszerében, korábban pedig az elfogó rakétával volt gond, és ezért halasztották el a Nyíl 3 próba bevetését. Gazdasággal folytatjuk. Ötöd részben kormányzati támogatásból 6,15 milliárd forintból megvalósuló beruházással hoz létre új kutatási fejlesztési központot Győrben az Audi, jelentette be a járműgyártó magyarországi leányvállalata fennállásának 25. évfordulóján Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter. Elmondta, az e-motorok és új generációs belső égésű erőforrások kutatásával, fejlesztésével foglalkozó létesítményben 30 új fejlesztőmérnök kap állást. Szólva arról is, a járműipar a magyar gazdaság zászlós hajója, amelynek termelési értéke először tavaly haladta meg a 8000 milliárd forintot, ezzel a hazai ipari kibocsátás 28,7%-át adva. Végül sport. Brazíliában a Bahia állami bajnokság fordulójában finoman szólva elszabadultak az indulatok a Vitória és a Bahia találkozóján. Az első félidőben már érezni lehetett, hogy feszült lesz a hangulat, 6 sárgalapot kellett kiosztani a 45 perc alatt. A kedélyek nem csillapodtak a szünet után sem. Danielson góljával vezetett ugyan a hazai Vitória, ám az 50. percben büntetőből egyenlített a Bahia. Ha ez még nem volna elég, a gólszerző Vinicius úgy ünnepelte a 11-es értékesítését, hogy szándékosan a hazai szurkolók előtt perdült táncra. Tömegjelenet alakult ki, a játékvezető nem győzte kiállítani a játékosokat, 3-at hazai, 5-öt vendég oldalon. Igaz, ezek között volt olyan is, akit a kispadról küldött el a bíró. Most következik az időjárás jelentés, híreinkről pedig bővebben a hetitv.com, illetve a brayerpress.com internetes oldalainkon olvashatnak. Kérem, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!
Köszöntöm a kedves nézőket, szerte az országban és külhonban is, ha éppen minket néznek. Ma egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, melyen belül a keleti országrészben gyenge meleg, a nyugati országrészben gyenge hidegfront hat az arra érzékenyekre. Ez a ciklon sokfelé havazást, illetve keleten délkeleten esőt, a középső területeken helyenként havas esőt hoz, kivétel az északkeleti országrész, ahol nem hullik említést érdemlő csapadék. Este és éjszaka is folytatódik a csapadékos időjárás. Reggelre nagyjából a Tisza vonalától nyugatra eső területeken akár 10 cm-es hóréteg is kialakulhat. A ma hajnali -2-3 fokról +2-3 fokig emelkedünk. Nem akarom szürkére festeni az elkövetkező napokat, megteszi ezt helyettem a grafikus, borongos idő következik. Én bekapcsolom a belső fényeket, ezt ajánlom mindenkinek. Bő egy hét és március, legyen holnap is szerencsénk. Viszontlátásra!